Jó reggelt! Anna, hogy kerülök ide? Hát elaludtál tévénézés közben, azért ide hoztalak. Anya, mi lesz a reggeli? Hát, ma Zsoltéknál fogunk reggelizni. De miért? Hát, már meg fogunk ismerkedni most Zsolti családjával. Ő megismerkedett velünk, ezért most mi fogunk megismerkedni velük. És meddig leszünk ott? Hát, körülbelül olyan... Hát, olyan... 8-9-ig. És most hány óra van? Most 7:30 van. De jó, akkor nem leszünk ott sokáig. Nem, úgy értettem este, nem reggel. Micsoda? Olyan sokáig ott leszünk. Akkor viszem Masit is. Ott is lesz kis kutya. Masi el lesz itt otthon. Jól van, anya. De mit fog enni? Adunk neki ételt. Mondjuk, adjunk neki... Mit adjunk neki? Adunk neki ma reggel egy kis tojást. És kutyakaja? Jaj. Kicsim, köhögsz? Anna, eddet köhögtem. Jó, csak mert hogyha nagyon meg vagy fázva, akkor inkább nem megyünk. Ja, igen, anya. Igen, anya. Kicsim, tényleg ennyire nem akarsz menni? De anya, szeretnék menni. Csinálunk neki egy kis tojást. A kutyák sok mindent megesznek. Köztük a tojást is. Jól van, anya. És mikor megyünk? Mindjárt menni fogunk. Megetetjük Masit. És már megyünk is. De nem kéne várni, lényegtől nincsenek fönt. Kicsim már 8 óra van, már biztosan fönt vannak. Jól van. Azt hiszem itt laknak. Ó, megjöttek. Szia, Zsolti! Ó, szia, Erika! Fúj! Na, bemutatom a családomat. Ő itt Kitty, a legnagyobb lányom, és ő itt a kisfiam, Peti. Kitty és Peti. Értem. Apu, ma áthívhatom a Frusit. Kit? Frusit? Hát most családunapot tartunk. Kitty, ezt már elmondtam. És egyébként is, Frusi tegnap is itt volt. Nem, tegnap Petra volt itt. Jól van, akkor Petra volt itt tegnap, de ő is úgyis minden nap áthívott valamelyik barátnődet. Tegnap előtt Balázs volt itt, ő pedig fiú. Ja, hát nagyon nagy változás. Úgy látom, majd nálatok is vannak problémák. Hát már negatív megjegyzés. Ezt nem rosszból mondom, csak akkor hogy? Kitty, légy szíves. Fejezd be, ő itt lehet az új anyád. Micsoda? És erről nekem miért nem szólt senki? Kitty, ez fújjon már 3 napja. Ja, csak éppen nem figyeltem rád. Ja, oké. És akkor bemutatom nektek, ő itt a lányom, Lidi. Ő Peti, ő a testvéred lesz. Ja, jó. Na, nagyon szép a házatok. Köszönöm. Na, gyertek egy kicsit. Figyeljetek, én nem szólok bele, Ati.
Ati, nem is tudom, mit fogtok itt csinálni. Mi testvérek leszünk? Nem, mi nem vagyunk tesók. Nem fognak összeházasodni. Az egyszer biztos. Te sem örülsz nekik? Nem. Úgy csak barátok leszünk, jó? Értem. Tessék, itt van egy érke. Olyan, nekem is van. Aj. Na, szerintem Petyön kulcsolja van. Nem akarok beleszólni, hogy ti itt mit csináltok, csak apa annyit szeretnék mondani, hogy Peti főzi ott éppen Lidit, ugye? Jaj, hát ezt nem hiszem el. Már komolyan mondom, ha neked lenne egy... De mondok egy jobbat. Balázs tegnap előtt itt volt. És ez fújta nekem, hogy nem a pasi, csak barátok vagytok. Az sokkal jobb. De nem tényleg főzi. Menjetek be. Háj. Úristen, játszanak! Soha nem láttunk még gyerekeket játszani. Figyelj, hogyha 10 év múlva összejönnek, akkor az gond lesz. 10 év múlva már testvérek lesznek. Nem fogtok összeházasodni. Jó van, akkor nem házasodunk össze. De talán nem is az esküvőről lenne itt szó. Ha nem házasodunk össze, akkor is úgy fognak egymásra tekinteni, mint a testvérek. Igen, de akkor nem lesz hivatalosan. Nem lesz hivatalos az, tehát attól még lehetnek szerelmesek. Én is lehetnék szerelmes belé, de én nem vagyok meleg. Én is lehetnék beléd szerelmes, de mivel te az apám vagy, ezért nem lehetek. De ő nem hivatalosan a testvére, úgyhogy nem. És hát igazából, de lehetnek szerelmesek. Hát ezt nem hiszem el. Bocsi, de Kitty, nem azt mondhatom rá, hogy kedves lány, ő mindig ilyen. Ó, semmi gond. Amúgy folytassátok tovább, hanem nem kell foglalkozni. Na, akkor játszunk. Meg majd megmutatom neked a szomszédokat is. Jól van.